Autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szerviz, mert a hírekkel tartani kell a lépést. Sportosat. Híradónk vendége Tóth Imre, gyorsasági motorversenyző. Szervusz, üdvözöllek! Üdvözlök mindenkit, a én is! A Supersport világbajnoki futamsorozat ugye már javában zajlik, 5 futam lement, és hát eddig a legnagyobb hír veled kapcsolatban lehet ilyet fogalmazni, az, hogy a Aragonban ugye súlyos sérülést szenvedtél. Ezért adja is magát a kérdés, hogy hogy vagy? Hogy van a válad? Köszönöm, javulgatok, így van, a második futamon Aragonban sikerült egy elég rosszul esni, nem is olyan hú, de hatalmasat, de elég rosszul. Pont vára estem, és nekimentem igazából az előttem lévőnél start után egyből. 16-17. Helyen lehettem körülbelül egy egész jó start után. És kicsit befékezett az előttem lévő pilóta, és így nekimentem, és pont átestem rajta. Az első kerekem elkapta a hátulját, az ő hátsó kerekét. És akkor így jött össze sajnos. Hát ez benne van, ugye ez tök versenyben esett. Keresztül repültél a versenyzőn is akkor? Igen. Ő nem esett el, mert nekem csak az elejét kapta el, neki a hátulját, gyorsan beleállított, és akkor csak kiszaladt a sóderágyba. De hát én elestem sajnos. Érdekes, nem vitted magaddal. Nem, hát éppen, hogy az elejét kapta el, tehát ez nagyon sokszor van ilyen, sokszor előfordul. És a legtöbbször kulcsontörés is lesz belőle, úgyhogy idén neked már volt is 4 ilyen eset. MotoGP-n is, meg itt a Superbike-ben is volt már ilyen, úgyhogy... Te is beleestél ebbe. Én is beleestem ebbe a hibába, hát ez van, sokszor hibázunk. Hát ahhoz képest elég hamar motorra ültél. Így van, 3 hét. Hagytál ki futamot? Igen, sajnos egyet kihagytam, mert ott pont elég sűrű volt a kalendárium, és ott ki kellett hagyjam egy pont az egyik kedvencemet, az asszeni holland futamot. Úgyhogy azt eléggé sajnáltam is, de hát ez után jött Monza, ugye a másik kedvenc pályám, hát ott ilyen, szerintem ilyen 20%-os állapotban lehettem 3 héttel a műtét után. Ültem ugye föl motorra, és hát túl sok erőm nem volt sajnos, de egy egész jó futam volt ahhoz képest. Tehát, itthon műtöttek? Nem, Spanyolországban ott egyből nem engedtek haza, tehát elég rossz törés volt. A röntgenen úgy volt, hogy csak 2-3 helyem van eltörve, mikor, és el volt csúszva, és mikor kinyitott a doki, Dr. Mir műtött, aki a legtöbb VB-s pilótát is összerakta már, és 6 helyen tört el, szilánkossal, összecsúszva, minden baj volt ott a csonnak. Úgyhogy, hát nagyon, jobb válladra este, ugye? Igen. És ugye a ruhának van egy ilyen titán betétje, és az eltűnt. Tehát az olyan szinten behorpadt, hogy nem csoda. Mekkora sebességgel ütköztél neki a földnek? Hát azt nem tudom, én olyan 130-al mentem, tehát nem gyorsan. Jó, de viszont a csapódásod, ha a tetested, hogy mekkora sebességgel csapódod. Azt nem tudom, hogy hány G-vel, vagy hogy milyen súlya, de elég nagy. Ráadásul egy ilyen sikán rész volt, és egy ilyen lejtős rész, és én meg az emelkedő tetejéről estem le még a lejtőre, úgyhogy az még plusz nem annyira segített, hogy még egy méterrel nagyobbat kellett esni. Úgyhogy hát ez van, ezzel jár ez a sport. Mikor volt törésed ezt megelőzően? Hát az ujjam volt ugye eltörve 4 évvel ezelőtt, körülbelül azt hiszem 4 éve műtötték. Azért a kicsinek tűnik ennyi, ehhez tehát képest, de azért az is eléggé macerás történet volt, mert ugye... Hát azt mondom, inkább ez azért macerásan, mert ugye az új, tehát a gázt húzni meg ilyenek, az talán jobban kellett. Ezzel már tudok edzeni, amikor az ujjamat csinálták, akkor még több ideig nem tudtam edzeni, tehát úgymond ez a kulcsöntörés, nagyobb törés, de jobb. Látványosabb, nagyobb, ugye az új, hát újját mit számít? Hát igen, de mégis, tehát az új az talán egy kicsit rosszabb. Akkor 4 éve volt? Igen. Akkor viszonylag azt lehet mondani, hogy szerencsésen... Igen, hát azóta azért estem, ugye egy évben úgy elosztva körülbelül 2-3 esésem azért volt, de igen, de úgy szerencsésen megúszod, azért is fogalmaztam így, hogy akkor... Igen, meg hát egyre jobbak ugye ezek a ruhák, tehát egyre jobb a ruhák, jobbak a pályák. Ha csak éppen nem hagyja el magát csak a ruha. Csak hát vannak azért szerencsétlen ugye bukások, ez benne van, tehát ez sajnos, ez így jött össze. Lehet tanulni, lehet készülni az esésekre?
Persze, hát ez annyira hirtelen jött, hogy ez simán meg kellett volna úszom, úgyhogy tényleg fölállok, és akkor motorután rohadok, aztán gyerünk hajrá tovább. Csak annyira hirtelen jött, hogy start után ugye ott, tehát a 36-an indulunk mostában, 38-an nagyon népes a mi mezőnyünk, elég sokan vagyunk, és helyezkedünk főleg ugye az első két körökbe, és ez a pálya első negyed részénél volt. Lehet tudnak? Hát valószínűleg, hogy tehát már egy 3-4 pilótával előtte is fék, amit én még nem láttam, és akkor fékezett után az is, és akkor én kerültem sorra, aki már nem tudott időbe fékezni. Ott más is egyébként? Nem, én. Akkor én ő is egy kicsit beleállított, aztán vissza, ott belefékezett, aztán utána nem engedte tovább, hanem még fékezte, és akkor normál esetben ott már azért rég kigyorsítunk, tehát igazából ott húzni kellett volna már a gáz, csak de hát hátsóra kell figyelni, ugye? És akkor nem haragszol az életőröknek neki? Nem, mentél. Hát persze, hát ez, utána egyébként ki is állt, de ő is haragudott nyilván rám, mert tényleg ez előfordult. Tehát azért át kimentél és a motorja? Igen, a kipufogója letört, ahogy neki mentem. Úgyhogy érdekes. Ez van. És most is adás után ugye mész kezelésre. Milyen kezelésre kell még járnod? Mennyi ideig tart, míg felépülsz teljesen? Hát én már nagyon szeretnék teljesen felépülni, úgyhogy most azonnal ilyen 60-70%-os állapotban lehetek. Járok minden nap edzeni, tehát súlyzós edzésekből ítélve körülbelül ott van a kondim. Használhatod a jobb állam? Igen. A jobb állam, de még nagyon nincs összeforva a csont, tehát szét is van ugye húzva, mert hogy vasalták, és fém van benne, ezért széthúzva is van, de hát edzek folyamatosan. Egyre erősebb napról napra tényleg azt teszem észre, hogy több súlyt tudok, de hát azért még közel. Tehát a jobb állam az olyan szinten összeesett a két hét alatt, hogy a fele a másiknak, és hát hallom, sokat hogy számít. A sok verseny miatt ugye nem akarsz hiányozni, kevesebb idő jut a gyógyulásra? Hát igen, mert ugye például mágnes kezelésekre járok, akkor ilyen hidegterápia, az is nagyon jó, ami a gyulladást leviszi, segít a csonthártyába minél hamarabb összeforjon. Tehát ezek olyan kezelések, amik általában ilyen 10 alkalmat minimum végig kéne tolni, de hát én megyek versenyre, ugye ott egyből kiesik 4 alkalom, úgyhogy nem olyan egyszerű ezt összerakni. Hogy fogadják hozzáállásodat az orvosok? Hát szerencsére megértik? Most, ahova járok egy budai ilyen medical centerbe, az nagyon-nagyon jó. Tehát ott olyan fizikoterapista van, hogy egyszerűen olyan szinten összerakott így napok alatt, hogy nagyon jó. Jó, de ők elfogadják, hogy ő az egyetlen, aki igen. Az egyetlen, igen. De például voltam röntgenen itthon kontrollon, mondta, hát ez a verseny, hát hogy gondolom én. Úgyhogy hát mondtam, jó, nem megyek, nem, persze. Édesapád nem félt? Nem mondja, hogy az, hogy most pihenjél? Nem, hát ő is azt ugye akar. Ő csapatvezető is egyben, ugye, csapatfőnök. Igen. Na, hát inkább anyu az, ugye, aki mondaná, hogy jó, még itt pihenni kéne, meg minden, de hát... Mondja? Persze, de hát nem lehet, tehát ez annyira a vérünkben van, hogy ez... Következő VB futam mikor és hol lesz? Jövő hétvégén lesz Portugáliába, Portimaóba. Az már egy jobb pálya, az már nem annyira megterhelő, mint az előző angol futam volt. Most Angliából jöttünk haza, ahol 26. voltam. Végén már leesett a kezem szinte a kormányról, annyira elfáradtam. Úgyhogy hát újra kell építkezni sajnos. Gyorsaságunkkal és a motorral azt gondolom, hogy nem lesz nagy probléma. Egy-két blokkot még ki kell próbáljunk, hogy erősebb legyen a motor, de így futóműleg, meg vázikusan, elektronikailag így egész akkor jól állunk. Motor, egyben van, igen. Hát most nekem kell egy kicsit jobban összeszedni magam, mert azért ez a sporthoz kell bőven erő, azból meg most nem állunk túl jól. Mennyi időt adsz magadnak arra, hogy összeszedj magad teljesen? Hogy 100%-os legyél? Hát azt gondolom, hogy ez a futam, ami most lesz Portugáliában, itt meg biztosan nem leszek 100%-os, de utána két hétre lesz megint egy olasz futam, Imola. Azt a pályát is nagyon szeretem, az sem annyira megterhelő, mint mondjuk ez az angol futam volt. Úgyhogy ott Imolában már szeretnék tényleg 100%-os lenni, és mindent beleadni, amit csak lehet. Pontszerzőhely?
Hát Aragonban elég nagy eséllyel indultam, ott nagyon közel is voltam a pontszerzéshez, egész hétvégén közel álltam a pontszerző helyhez, úgyhogy hát remélem, hogy ahogy az erőm is adja, akkor utána már tényleg tudjuk a pontokat hozni. Ahogy elnéztem, rengeteg induló van ebben a Supersport világbajnoki sorozatban, és igazából nagyon-nagyon nagy lelépések nincsenek, szinte vonatoznak, így szokták mondani, hogy 8-10 versenyző is megy egymás mögött. Ez egy kicsit másabb, mint a MotoGP-ben volt. Igen, itt azért a technikai, tehát mivel utcai motorokról van szó, amik megvannak ugye tuningolva, ezért elég zárt ez a rendszer, és vannak szabályok. Tehát nagyon kicsik a különbségek, tényleg tizedek van. Most is például 25 versenyző volt egy másodpercen belül. Úgyhogy nagyon szoros a mezőny, és tényleg bármely, tehát pályától függően bármi előfordul. Tényleg valaki 20. másik versenyen 5. helyen megy, tehát nagyon izgalmas. És akkor ilyenkor mi dönt? Hogy éppen a pilóta az nap milyen formában van? Hát meg hogy állítják be a pilótára éppen a gépet, hogy tudja elmondani, hogy már pedig itt mit tudom, pattog a motor, vagy itt éppen csúszik, itt éppen kevesebb kipörgésgátlás kéne, hogy ne fogja úgy vissza a motor. Tehát azért összetett, de mégis azért látszik, hogy milyen kicsik a különbségek. Úgyhogy sok minden múlik, de azért ilyen izgalmas már, hogy kevés a különbség, az időbeli különbségek. Izgalmasabb? Tavaly év is nagyon izgalmas volt. Tavaly előtti az annyira nem, tavaly már igen, az idei az meg már abszolút nagyon izgalmas. Tehát most már túl sokan vagytok. Nem, 38-an mindig lehet lenni, tehát felső szabály. A start az már kicsit izgalmasabb. Hát igen, de most nálunk is előjött ez az új szabály, hogy egy sorba csak hárman állunk. Ezért egy kicsit óvják a versenyzőket ettől. De akkor mondjuk, jó hosszú most már. De mondjuk nagyon hosszú, igen. Úgyhogy nem jó hátulról indulni, persze, ez sose jó, de most még most a híra sem. Végképpen nem, mert így van. Már ott van mennyi. Hát most volt például 14 sor, azt hiszem, hogy 13 sor, valami ilyesmi. Az már az elég hosszú. Az első és a 14 sor között mekkora távolság? Hát olyan 100 méter lehet körülbelül. Úgyhogy az már jelentős hátrány. Jó, így van, és ha neki még jobb motorja is van, mert azért ment jobb időt időmérjegyzésen. Persze, hát igen. És még van egy 100 méter előnye, és akkor már persze. Kész. Hát onnan nem kell hátulról indulni. Akkor nagyon oda kell figyelni az időmérőre. Igen, fontos nagyon, persze. És egyébként a nehéz még a dologban, hogy eddig minden pályán szinte úgy volt, hogy első nap eső, második nap száraz. Igen. És csak egy napunk volt ugye száraz beállításokat a versenyre megcsinálni. És ez nehezíti azoknak a úgymond kisebb csapatok dolgát, mint például a miénk is, hogy azért mi nem vagyunk annyi szerelővel, nem annyira sok a pénzünk, ugye, hogy több mérnököt oda vegyünk, futóművest, akik azért azonnal oda tudják állítani a dolgokat, úgyhogy ez az év ebben a szempontból sem olyan egyszerű. Minden pályán eddig volt, vagy eső egyik nap, vagy a másik nap, de olyan, hogy tökéletes hétvége, olyan minden szerintem volt. Egy volt. Ha. Imi mondta, hogy csapat. Érdekes, most a csapattársad egy dán fiú, nem is magyar. Hogy jött? Hát ugye tavaly Németh Balázs volt a csapattársam. Ő elment egy cseh csapathoz, és akkor így igazából megüresedett a hely. Sajnos magyar pilótát nem nagyon tudtunk szerezni, akinek ugye pénze is van, mert azért ez a sporthoz elég sok pénz is kell, és szponzorokból. Az én felemet azt tudjuk állni, de az, hogy egy csapattársam még azt is felét az azt is, az már szinte kizárt ugye ebbe az anyagi helyzetbe. A dán pilóta az be tudott igen szállni ilyen szempontban anyagiakkal. Hogy meg egyébként neki? Is egy jó pilóta, tehát ő tavaly igen? A Superbike betét futamában, a Superstock, ők is az egy európai kupa. Negyedik lett, tehát majdnem dobogón végzett összetettbe, úgyhogy egy jó és erős fiatal. És itt hogy megy a Supersport? VB futamokon. Jó, pontja még nincs, ahogy nekem sincs még. 16. hely volt pont Aragonban a legjobb helyezése, úgyhogy majdnem sikerült. Neked is sikerül. Az lett volna azt mondani, hogy hát igen, hogyha az nincs egy jó a munkás, akkor az... Igen. Meg hát utána jött a kedvenc pályám, tehát jött a Assen Monza, amit ugye a sérülés miatt nehéz volt. Na mindegy, úgyhogy jó, tehát ügyes. Neki is még azért sokat van mit fejlődni, szerelőikkel együtt is.
Például ezt az előző pályát nem is ismerte, ott nem volt tavaly nekik verseny, és most ment először. Mm. Tehát azért még vannak ilyen apróságok, amik miatt még nem tudott olyan túl jó eredményeket elérni, de ügyes, tehát meg fiatal az, ami fontos, hogy lehet őt bőven úgymond nevelni, hogy jól. De veled hallgat rád? Igen, sokat beszélgetünk egyébként, angolul kommunikálunk, és meg jó, vicces fiú, tehát tök jó el vagyunk, úgyhogy... Neked már ez a 12. éved, az az olyan éved, amikor világbajnokságon veszel részt. És már régi motorosnak számítasz most már. Igen, mondhatjuk, hogy nem mai gyerek vagyok a szakmában, ugye? Úgyhogy hát tapasztalat azon biztos nem múlik a jó eredmény. Úgyhogy hát minden évben ugye vannak jó dolgok, rossz dolgok. Tavalyi évben is azért értünk el nagyon jó rajtpozíciókat, nagyon jó eredményeket. Volt közben sok motor problémánk is, de hát mindig úgy próbálunk versenyezni, amennyi pénzünk van. Tehát azért ez elég sok minden a pénzen múlik, ugye ez a motorsport, és nyilván a pilótán is, tehát rajtunk is múlik, rajtam is, de hát azért sok pénz kell hozzá, és úgymond addig nyújtózkodunk, amennyi pénzünk van. Melyik évre emlékszel vissza a legszívesebben? A tavalyi évünk az egy nagyon jó év volt, illetve 2008-2009, az még a MotoGP 250-ben, azok is egy nagyon jó kis évek voltak mindenféle szempontban, úgyhogy... Hiányzik a MotoGP? Egyre jobban nem, úgyhogy itt is nagyon-nagyon sokan vannak, ugye a legnagyobb sport adó az közvetíti, úgyhogy igazából nem. Tehát így, pályákon vannak nézők? Nagyon szurkolók? Sokan, igen. Most is Doningtonban. Mert nektek igazából az a fontos, az idő, hogy lássátok a test közelben, igen. A szurkolókat. Persze. Most is Doningtonban nagyon sokan voltak. Tehát azt hiszem a 3 nap alatt voltak 120 ezeren. Uh-huh. Valami ilyesmi szám jött ki, úgyhogy Olaszországban is sokan szoktak lenni. Jó. Jó kis versenysorozat ez, azt gondolom. Erre az évre milyen célkitűzéssel vágtatok neki? Hát a tavalyi év mindig ugye az előző év a kiinduló, hogy hú, tavaly mondjuk Monzában ugye 4. voltam, meg elég sok pontot is sikerült ugye gyűjteni, meg jó rajthelyezéseket. Összesen nyilván hány attól... pontod is volt tavaly? Ez most jó kérdés, nem tudom, okay. De hát sokkal többet szerettünk volna, vagyis hát még szeretnénk is, ugye, tehát 5 verseny tehet még el csak a 14-ből, úgyhogy hát azért még van bőven. Átra. De van is lemaradásunk, úgyhogy van mit bőven behozni. Úgyhogy mindig az előző évet nézzük, hogy attól jobbat kellene ugye csinálni, akkor van az, hogy fejlődik az ember. Úgyhogy hát idén még egyelőre nem hozzuk ezt. De szezon előtt bíztatok is abba, hogy ez még jobb év lesz. Tehát technika minden úgy tűnt, hogy minden jó lesz. Így van, igen. Egy angol tuning műhelyel szerződtünk le, ami egyelőre nem azt váltja be, amit gondoltunk, de küzdünk velük folyamatosan, és mennek folyamatosan a tárgyalások, hogy már pedig jobb kéne, meg valahogy fejleszteni kéne, mert egyelőre nem az igazi. Úgyhogy, de hát küzdünk folyamatosan, hogy tényleg a minimum a tavalyi évet azt kellene hozzunk, de hát jobbat kéne. Tehát az a cél, hogy jó, akkor jobban sikerüljön. Jó, akkor kérdés, hogy akkor a tavalyi év eredményeit tudjátok idén hozni, az még benne van a pakliban? Persze, tehát még van ugye 9 verseny, vannak még nagyon jó futamaink, amik nagyon feküdnek mind nekem, mind a motornak. Úgyhogy azt gondolom, hogy sikerülhet. Érdemes nézni benneteket, érdemes izgulni, mert ott lesztek akkor. Persze, hát igen, egyrészt ugye 3-an megyünk, ott 3 magyar versenyző van, aki ott megy, ugye a Talma, Németh Balázs meg én, úgyhogy azért lehet tudunk szurkolni. Össze szoktatok jönni? Mikor van a versenynap, ott vagytok, ugye péntek, szombat, vasárnap, és akkor vége a edzésnek, az időmérőknek, stb. Ezekben az üres órákban össze szoktatok jönni, vagy csak a pályán találkoztok, amikor úgymond munka van? Nem, hát direkt összejönni nem, de ugye ez egy kis zárt közösség, uh-huh. Egy nagy család, ha úgy veszük, úgyhogy jól el vagyunk, tehát mindannyian barátok vagyunk, a pályán természetesen ellenségek vagyunk, és mindenki le akarja győzni a másikat. Azért megyünk oda, ugye, de jobban vagyunk, tehát a pályán kívül jobban vagyunk. De úgy nem jártuk, hogy pályán kívül adott verseny. Hát úgy nem, mindenki úgy el van foglalva saját problémájával, bajával, örömével, úgyhogy, uh-huh. Úgyhogy ez így szokott történni. Mit csinálsz
két futam között? Amikor ugye két hét? Hát mikor egészséges vagyok, akkor van időm azért egy-két-három napot pihenni, de egyébként folyamatosan edzek. Sajnos nem motorral, mert arra nincs se pénz, se lehetőség, hogy motorral edzek, úgyhogy a konditerem marad. Hát azért lehetne, mert van azért kis pályák, azért vannak itthon Magyarországon, a Hungaroringen kívül is, ugye, ahol azért lehetne edzegetni így erőlétileg, de hát sok pénzbe kerül, úgyhogy örülünk tényleg, hogy a világbajnokságokra el tudunk menni, és azt bírjuk. És akkor csak ott tűz motorra? Hát igen, igen, igen. Mindenki csinálja? Hát nem mindenki, akinek olyan kevés pénzből gazdálkodik, mint mi, azok igen. Úgyhogy, tehát akinek azért több pénze van, vagy éppen spanyol, vagy olasz, azok azért bőven motoroznak. Hétköznap hát ez egy kisebb hátrány, de hát ez van. Igazából mindig is ez volt. Úgyhogy ilyenkor mennyire foglalkozol a következő versenyfutam pályájával? Mert ugye hát már ismered mindegyiket, hát ahogy ennek ellenére igen, szoktál. Persze. Hát mondjuk most Portugália, ez például itt nem voltam csak háromszor, úgyhogy ez úgymond egy tök friss pálya nekem, de ahogy elhagyjuk azt a helyszínt, ahol versenyeztünk, onnantól kezdve már csak a következő pályán jár az eszünk, úgyhogy azonnal rátérünk arra, hogy na, akkor mi lesz a következő pályán. Kamion, ugye? Továbbra is. Igen, kamionnal megyünk, igen. És ott is alszol? Igen, kamionba alszunk. Szépen meg van csinálva, kialakítva, ágyak, zuhanyzó, úgyhogy nagyon kényelmes. Azt mondja, ez egy külön életforma. Hát igen. Már nem is este jól neked egy 5 csillagos szállodai szobába. Hát azért jól esne, de hát erre most ugye nincsen keret, de itt is nagyon jól ki tudom magam pihenni, meg a szerelők is, úgyhogy tényleg most úgy egész jól egyben van a csapat. Motor hol van most? Most éppen Madridban van, és megy Portugália fele. Uh-huh. Általában egyik versenyhelyszínről visszük át a másikra, az is ugye a költségkimélés szempontjából, hogy ne kelljen visszajönni Magyarországra, és úgy visszaki, mert az elég sok kilométer. És akkor mikor tudnak a szerelők foglalkozni a motorral? Ők is csak a pályán. Tehát csak a pályán, és csak akkor? Igen. Tehát hiába hát annyi, hogy ugye pénteken kezdődnek az első edzések. Igen. Mi megyünk szerdán, általában délutánra odaérünk, tehát van egy jó másfél napjuk. Már akkor elő a problémákat, vagy ha nincs probléma, akkor takarítás, ilyenek. Akkor elő lehet már venni a motort? Persze, igen, egyből, igen. Szerdán reggeltől lehet dolgozni a boxban. De csak a boxban? Tehát igen, nem lehet ráülni és menni? Nem. Az csak pénteken az első edzésnél. Pedig ráülnél mi? Hát mikor már ott van az ember, akkor már igen. De hát csak így hogy lehet így beállítani? Hogy most ott a garázsban húzom, jó, tudom, műszeres, stb., de hát az mégsem az igazi. Hát azért vannak a szabad edzések. Ugye első nap pénteken van egy szabad edzés, egy időmérő, másnap ugyanez. Igen, csak így akkor nem sok idő van végül is. Hát nem, hát van a 2x45 perc. Na ugye laikus gondolja, hogy most van két hét a két futam között, akkor nyugodtan neki lehetne állni, kísérletezgetni, de nem lehet. Hát nem, lehetne, pénzkérdése csak egyébként. Tehát azért az úgymond nagy csapatok, spanyolok, olaszok. Ők megtehetik? Van indiai csapat, most ők azt a második helyen, van orosz csapat, ők állnak az első helyen, ők nagyon tele vannak szponzorral és pénzzel, ők folyamatosan fejlesztenek. De hát látszik, hogy ők vezetik a világbajnokságot, tehát ez... Imi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Nem akarom, hogy miattam lemaradja egy újabb kezelésről. Úgyhogy hajrá, gyógyulj meg minél hamarabb, és akkor hát tessék húzni a gázt. Köszönöm szépen. Legyetek ott minél többször az első 5-ben. Legyen úgy. Köszönöm szépen. Köszönöm. További sportosat. Celebrity status at Edinburgh Zoo.